mikor lesz ebben lépés, ugyanúgy elhúzódik-e majd, mint a háttérintézmények ügye? Ez úgy sok tanulsággal szolgál a kormányzat belső döntési mechanizmusát, illetően jól kérdez, illetve jóra kérdez, mert az az igazság, hogy nyilvánvalóan a minisztertársaim meggyőződésük szerint jártak el, és a miniszterelnök pedig azt gondolom nagyon bölcsen egy alapos konzultációt folytatott le. Nem gyorsan döntöttünk, hanem körültekintően döntöttünk. Az állami cégek a miniszterelnök tervei szerint a harmadik, negyedik, negyedében kerülnek sorra, és ott is lesz egy konzultáció. Az ott ugye nagy kérdésekről van szó, Volán, MÁV, két olyan nagy cég, ami mindjárt 10 000-eket érjük. És ott is lehetnek elbocsátások? Ezt én nem mondtam, a cég struktúrákról kell gondolkodni, azon keresztmetszeten keresztül, hogy mi lesz a közlekedésnek a sorsa Magyarországon. Tehát közlekedési koncepció kell először, azután lehet megmondani, hogy mi lesz a cégek sorsa és jövője. Az eldőlt, hogy a néprajzi...